Mai alkalommal szeretnék az értékekről beszélni, és nem tudom, mennyire figyeltük meg az adakozásra felszólító részt, amit Katika olvasott föl, hogy 2008-ban volt ez a válság, aminek az utóhatásait még mindig érezhetjük, és szó volt ebben a felolvasásban arról, hogy voltak értékek, amik a válság miatt elvesztek. És érdekes dolog a pénz, hogy nagyon sok, tehát ha most mindenki elmenne a bankba és kivenne a pénzét, nem volna annyi papírpénz, amennyit ki tudnának bocsátani. Sok pénz fiktív módon létezik, nincs mögötte annyi papír, amennyit használunk. Annál több van, de ez így egyik pillanatra a másikra, mint a köd eloszlik reggel. Azt látom, hogy a mai világban, és biztos ti is tapasztaljátok azt, hogy mindennek ára van. Ugye mondja egy ilyen közmondás is, vagy szólásmondás, hogy Krisztus sírját sem őrizték ingyen, és mindent meg lehet venni a mai világban. Meg lehet venni gazdagságot, talán még egészséget is, ha van valakinek elegendő pénze, akkor kórházat is tud magának berendezni. Mihály Schumacherről hallottam, hogy már kezd valamennyire visszatérni a világba, aki körülbelül 2 éve már kómában van. De kórházat építetett a felesége neki, ahol tudják ápolni. És az ipar mindig szebbet és jobbat szeretne adni az embereknek, és olyan dolgokat nem tudom, megfigyeltük-e, hogy ha elromlik, akkor utána már nem lehet javítani. Azt ki kell dobni úgy, ahogy van, és másikat kell venni helyette, és az a mai társadalomnak a egyik tulajdonsága, hogy fogyasztói társadalom. Mindennek tehát van értéke. Én a mai nap 4 kérdést szeretnék föltenni nektek, és ebből csak annyit tudok megválaszolni, amennyire lesz időnk. És az első kérdésünk úgy szól, hogy Istennek mennyit ér az ember? Mennyit ér az emberiség? Az ige, ami választ ad nekünk, azt már hallottuk a szombatiskola alatt. János evangélium a 3. fejezet 16. versében találhatjuk meg ezt az igét, és ezt többször vissza fogjuk idézni, és ennek az igének több része fog nekünk választ adni különböző kérdésekre. Hogy is szól János evangélium a 3. fejezet 16. verse? Köszönöm szépen. Úgy tudom, hogy egy gyerekekkel is talán ez az első ige, amit megtanítatnak a szombatiskolában, vagy a gyerektanításkor. Kérdésem az, hogy hány emberért halt meg Jézus Krisztus? Mennyi szám az? Tehát a számszerűsíteni. Igen, egyért is meghalt. Ez lett volna a következő kérdésem. Most 7 milliárd ember él a Földön, 7,5, lassan már 8, és akik eddig éltek, azoknak a számát én nem tudom kiszámolni, hogy mennyi. És azt mondhatjuk, hogy a megváltottak emberek számának nincs felső korlátja. Bármennyi ember belefél abba az értékbe, amit Jézus Krisztus jelent ennek a világnak, vagy amit kellene, hogy jelentsen. Felfoghatatlan, hogy Isten, aki pillanatok alatt új emberiséggel tudná benépesíteni ezt a földet, nem törli el, és nem ad helyette másikat. Neki csak ezek az emberek fontosak, csak itt, akik most élnek, és ezekért halt meg Jézus Krisztus. Nem tudom igazából fölfogni azt, és számomra irracionális emberi gondolkozással, hogy miért nem tette ezt meg, de úgy látszik, neki csak rád van szüksége. És csak arra az emberre, akik évezredekkel ezelőtt éltek,
akik próbáltak azoknak a törvények szerint élni, amit Isten adott az embereknek. És neki csak ezek az emberek kellnek. És úgy olvassuk, és úgy mondtátok, mert úgy szerette Isten ezt a világot. Ezt a világot. Ha másik emberiséget teremten erre a földre, az már nem lenne ugyanaz. Azt mondja még egyszer, mert úgy szerette ezt a világot. Neki nem kellenek mások, neki csak te, és végig lehetne sorolni a történelmet, hogy kik kellenek neki. A következő gondolat az lenne, amit már mondtam is, hogy ez lenne a következő alkérdés, hogy vajon egy emberért is meghalt volna Jézus Krisztus. Igen. Miért? János 3.16-ban hol van benne a válasz erre a kérdésre? Tessék? A szeretet. Szeretet benne van az összes többibe is, ez nem jelent számszerűségi korlátot. Én úgy gondoltam, hogy Ábrahám alkudozott a Szodoma és Gomorra fölött, ugye elsőként azt mondta, hogy ha van 50 ember, 50 igaz ember, akkor mentse meg. És azt mondta, hogy jó, akkor nem törlöm el ezeket a városokat a földszínéről. Aztán 45, 40, 30, 20 és 10-nél megállt. Nem kellett volna. És ha csak egy volt. És azt az egyet kimenekítette onnan, de a többi az megsemmisült. Fölfelé a megváltottak számában tehát nincsen korlát, de mennyi az alsó határ, amennyiért még meghalt volna. Nekem az alsó határ érdekesebb és sokat mondóbb, mint a felső. János 3.16 azt mondja, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Mennyi az a valaki? Egyetlen egy ember. Azaz egyetlen egy ember. Mit jelent ez? Hogy mennyit ér az az egyetlen egy ember Jézus számára? Mennyit ér Isten számára? Az előbb nem mondtam azt, hogy fölírhatnánk azt, hogy Jézus Krisztus egyenlő az emberiséggel. Ha értékét nézzük, sőt, még a kisebb-nagyobb jelet is föltehetnénk az emberiség irányába, hogy ha veszünk valamit a piacon, akkor azt nézzük, hogy megér-e nekünk annyit, vagy egy kicsit még többet is adunk érte, csak hogy megszerezzük. És mennyit adott Isten azért az emberiségért? Úgy tűnik, hogy az emberiség, minthogyha többet érne számára, mint Istennek saját fia. És hogyha tovább gondoljuk ezt a dolgot, akkor mondhatjuk azt is, hogy egyetlen egy ember egyenlő vagy nagyobb Jézus Krisztussal, Isten fiával. És olyan furcsa az, hogy van sok milliárd ember, és hogyha egyetlen egy ember van csak, ahogy az igéből olvastuk és mondtuk, ha valaki hisz ő benne, akkor el ne vesszen. Ha csak egy ember is van, akkor az az egy ember el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi van akkor, Nátán szavaival élve, hogyha te vagy az az ember? Senki más, csak te. Mint ahogy Szodomából és Gomorából kimenekítette Lótot, az egyetlen egy igaz embert, most is nincs senki körülötted, mint ahogy Noé körül sem volt, és kegyelemből mentette meg a családját, a feleségét, a gyermekeit és a gyermekeinek a feleségét. Egyedül Noé volt igaz ember. Mi van akkor, ha te vagy az ember? Én úgy gondoltam, hogy gondolkozzunk el azon, hogy mekkora értékek vagyunk Isten szemében. János Evangélium a 3. fejezet 16. versét szeretném úgy elmondani, hogy az rád vonatkozzon. Mert úgy szeretett Isten téged, hogy az ő fiát adta érted, hogy amikor hiszel ő benne, el ne veszél,
hanem örök életed legyen neked. Tehát Jézus Krisztus nagyobb egyenlő, kisebb egyenlő, mint te, tehát ezek közül te vagy nagyobb, és te vagy értékesebb, hogy Isten ezt az áldozatot meghozta, érted, értem, és mindannyiunkért. Meg szeretném megkérdezni azt is, hogy megelégszünk ezzel az alsó határral, hogy egy ember. Ha jól átgondoljuk ezt az igét, akkor ott van benne a bizonytalanság. Mi van akkor, ha egy sem hisz ő benne? Akkor is biztosítja számára a lehetőséget, hogyha hinne benne, akkor legyen út arra, hogy örök élete legyen. Én úgy gondolom, hogy az ő fiát adta volna akkor is, hogyha senki sem tért volna meg. Ábrahám alkudozása megállt 10 főnél. Én úgy gondolom, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy magáért a lehetőségért is, hogy megnyissa a lehetőséget az örök élet számára az emberek irányába, ha nincs senki, akkor is megtette volna. Mit mond nektek a ha valaki szó? Ez azt jelenti, hogy ha nincs senki, de ha van valaki, lehet, hogy egy sem, és egész a nulláig, én úgy gondolom, hogy le lehetne menni, szerintem magába hordoz azt is, hogyha senki sem tér meg, akkor is meghozták volna ezt az áldozatot. Benne van abban, ha valaki a bizonytalanság, hogy lehet, hogy egy ember sem tér meg, és lehet, hogy fölösleges volt az egész, de ők akkor is a lehetőséget megadták az embernek. Hogyan módosulna tovább ez az egyenlőség, vagy egyenlőtlenség inkább? Jézus Krisztus egyenlő senki. Olyan furcsának tűnik az, hogy nincs senki a másik oldalon, és mégis ebben az igében benne van az, hogy akkor is meghozza ezt az áldozatot. Ha nem hozták volna meg, és nem lenne lehetőség, akkor bárki mondhatná azt joggal, hogy minek kövessem Istent, és miért tartsam meg a parancsolatokat, és miért olvasom a Bibliát, hogyha úgy is elkározom. Nincs értelme. És Pál apostol is azt mondta, hogy ha nem hinnénk a föltámadásban, nem hinnénk a megváltásban, és csak ebben az életben reménykednénk, akkor mindenkinél nyomorultabbak lennénk. De nem vagyunk azok. Van lehetőségünk, van kegyelem a mi számunkra, és emiatt nem vagyunk nyomorultabbak. Akkor nem lett volna meg az örök élet lehetősége, akkor teljesen fölösleges minden. Úgy gondolom, hogy ezt az oldalt, hát amennyire rajtam múlt, amennyire a gondolataimtól függött, vagy azon telt, én kimerítettem, hogy egészen odáig le tudtunk menni, hogy nincs egyetlen egy ember sem, de Jézus mégis meghal a lehetőségért, a földkínált kegyelemért, hogy az valóság lehessen számunkra. És fordítsunk a kérdésen. Ugye az első kérdésünk az volt, hogy vajon Isten számára mennyit ér az ember, és kimondhatatlan, és igazából fölfogható, de fordítsuk meg, hogy vajon az ember számára mennyit ér Isten. És próbáljuk meg számszerűsíteni és pénzben kifejezve ezt az értéket. Egy történetet szeretnék hozni az Ószövetségből, Bírák könyve 16. fejezet 4. és 5. verseit fogom olvasni. Tehát Bírák könyve 16. fejezet. Ebben a történetben azt fogjuk látni, hogy mennyit ért Sámson az ellenségei szemében. És történt azután, hogy megszeretett egy asszonyt Sórek völgyében, akinek neve Delila volt.
és felmenjenek hozzá a filiszteusok fejedelmei, és mondják néki: kérdezz ki őt, és tudd meg, miben áll az ő nagy ereje, és miképpen vehetünk rajta erőt, és megkötözzük és megkínozzuk őt, és mindegyikünk adunk néked 1100 ezüst siklust. Nem tudom, hányan lettek a fejedelmek, az országoknak vagy a városoknak a vezetői, akik ezt az összeget felajánlották. Én, ha 10-et veszek, akkor az 11 000 ezüst siklust jelent. És nézzük meg azt, hogy pénzben kifejezve Jézus mennyit ért a papoknak? 30-at. Mekkora a kettő közti arány, az eltérés? Mennyi 11 000-ben a 30? Közel 400-szoros az eltérés. És szó van egy olyan emberről, aki vétkezett, aki a szeme után ment, aki a kívánságainak élt, szembeállítva egy olyan valakivel, egy olyan személlyel, aki soha a saját érdekeit nem nézte, aki mindent megtett azért, hogy a körülötte lévő embereknek meglegyen mindenük, legyen lelki, testi egészségük, megszaporította a kenyeret, vigasztalta a szomorúakat, és egyedül csak és az kizárólag az embereknek élt. Soha egyetlen egy bűnt nem követett el, és ez a személy 30 ezüst pénzt ér. Másik meg talán 11 000-et. Én nem tudom, hogy hogyan gondolkozhatunk, hogy vajon nekünk mennyit érne Jézus Krisztus. Mi az, amit adhatnánk érte? Mi az a legnagyobb kincs, amit oda tudunk adni, és van-e olyan valami, amit sajnos már nem? És úgy gondolom, hogy ha szembeállítjuk ezt a két dolgot, emberiség részéről igen nagyfokú tiszteletlenség, szemtelenség, hogy csak 30 ezüst pénzt ért Jézus. De én úgy gondolom, hogy ez a gonoszság végig, és ez a szemtelenség, ez a leértékelés, ez végig vonult az egész emberi történelmen. 1656 év múlva a teremtés követően Istennek meg kellett semmisíteni az emberiséget. Meg kellett semmisíteni az egész teremtett világot. Pedig bizonyságként ott volt még az édenkert, ahogy hallottuk, angyalok őrizték lángoló pallossal, hogy be ne menjenek oda az emberek, és bizonyság volt számára az angyalok, bizonyság volt számokra bekerített édenkert, hogy Isten van, de ők mégis másképpen gondolkoztak. Úgy olvashattuk, és ezt olvassuk Jobb könyvének a 22. fejezetében, a 15. verstől a 18-ig, talán ki is keresem, hogy az ősvilág ösvényeit követő emberek mit mondtak Istennek. Tehát Jobb könyve, 22. fejezet, és a 15. verstől olvasom. Az ősvilág ösvényét követedé, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik azt mondják Istennek, távozzál el tőlünk, és mit cselekedett velük a mindenható? Ő pedig megtöltötte házaikat jóval, de az istentelenek tanácsa távol legyen tőlem. És annak ellenére, hogy az emberek elutasították Istent, pedig ő megtöltötte az ő házaikat minden jóval, mégis azt mondták, távozzál el mi tőlünk. Ez ellent mond mindenféle józan gondolkozásnak.
Úgy látszik, ezek az emberek valamilyen idegen hatalomnak a fönnhatósága alatt álltak. Mint hogyha meg lennének részegedve valamitől. Mint hogyha valami elvette volna az eszüket. Ott volt a bizonyság, az Édenkert. És nem. Teljesen mást tettek. Amikor az özönvíz lezajlódott, mi volt az emberek válasza Isten szövetségkötésére? Mi volt a szövetségkötésnek a jele? A szivárvány. Mit mondtak az emberek? Nem hisszük el azt, amit Isten mond nekünk. Építünk egy tornyot Bábelben. Isten a zsidóknak megígérte, hogy bemennek a Kánaánba, és az övéké lesz az a föld. És elküldték a 12 kémet, 10 azt mondta, hogy nem mehetünk be, 2 azt mondta, hogy igen. Az egész nép azt mondta, hogy nem tudunk bemenni oda, nem fogunk bemenni. És azt mondta Isten, jó, 40 évig akkor nem mentek be. Az emberek akkor fordítottak, de igen, akkor is azért is bemegyünk. És csúfos katonai vereség lett a vége. És nem tudom, hogy lehetne még tovább sorolni. Például, hogy ne legyen királyotok nektek, mondja még bírák idejében. És aztán királyt kértek. És elmondja Isten, hogy milyen hátrányai vannak annak, hogyha királyuk lesz. És ne kérjenek királyt, hiszen ő a királyuk. De nem, mégis mást kérnek, királyt kérnek. Ha megnézzük a királyi családoknak a történetét, mit találunk benne? Vérengzést, puccsot, hatalom átvételt, megtorlásokat. És Jézus életét ne is említsem, ahol állandóan az ellenségeskedés van, hogyan lehetne elveszteni, és csak 30 ezüst pénzt ért meg a papoknak. Ennyit ért meg Júdásnak is. És hadd mondjam azt, hogy vajon mennyit ért Péter apostolnak. Őt nem fenyegették meg igazából, de mégis féltette az életét, félt a megszégyenítéstől, félt attól, hogy mindenki most újjal fog mutogatni rá, hogy ő is Jézussal volt, aki most ott szenved Pilátus előtt, és inkább megtagadta Jézus Krisztust. Nem is egyszer, 3-szor. És azt mondhatjuk még, hogy Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Sok kigondolásnak az egyik része volt az evolúció. Egészséges tudományt el nem szenvedhetik. Ezek szerint van egészségtelen tudomány is, amit tanítanak az iskolákban a gyerekeknek. Ha a Spektrum TV-t nézem, és ilyen olyan műsorok vannak, amik visszautalnak a kezdetekre, akkor millió, milliárd évekről beszélnek. Amit úgy igen, csak az evolúció, és próbálják belesújkolni az emberekbe ezt a dolgot. Megvan a kegyesség látszata, hogy jussunk el a mi világunkig is, de megtagadják annak erejét. És miért van szükség a hármas angyeli üzenetre? Mert nem ismerik Istent. Hogy kezdődik a hármas angyeli? Féljétek az, aki... aki teremtette a mennyet, a földet és a vizek forrásait. És föltenném nektek újból azt a kérdést, hogy vajon nektek mennyit ér Jézus Krisztus? Mi az a minden? Mi a legnagyobb, amit odaadnál érte? Van-e valami, amit nem adnál oda érte? Voltál-e olyan helyzetben, hogy mérlegelned kellett azt, hogy vajon megéri-e azt, hogy most erről vagy arról lemondjak? Ha megkörnyékez bennünket a bűn, gondoljunk arra, hogy mennyit ér nekünk Isten. Hogy ő, aki a fiát, egyszülött fiát adatta mi életünk, most nekem nem ére meg annyit, hogy erről vagy arról lemondok? Ki tudja, hogy mit indít el bennünk?
hogy az a győzelem, amivel most lemondunk valamiről, az nem sarkal-e bennünket még nagyobb és még nagyobb lemondás és még nagyobb győzelemre. És nem jelenti-e számunkra azt, hogy ott van nyitott kapuként a mennyország, amiben bemehetünk. Mit szeretne Isten tőlünk emberektől? Mi a legnagyobb mi számunkra? Igen. Nem az életünk, nem a valóság, tehát a fizikai létezésünk, nem a vagyonunk, volt, aki ugyanaz kérte, nem a házunk, nem a családunk. És hogy szól a Biblia? Adjad, fiam, a te szívedet én nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Vajon mi lehetne a harmadik kérdés? Hogy kinek mi mennyit ér? Én úgy gondoltam, hogy az lehetne a harmadik kérdés, hogy vajon egyik ember mennyit ér a másiknak? És úgy gondolom, hogy talán még ez a kérdések úgy tisztábbak és világosabbak voltak az Isten és az ember közti kapcsolatban, de ember és ember közti kapcsolatban már sokkal nehezebb. Vajon mennyit ér egyik ember a másiknak? Mitől függ, hogy vajon egyik ember értékesebb, mitől értékesebb, mint a másik? A tudás alapján? A vagyon alapján? A kinézet alapján? A társadalmi helyzetétől? Az ismertségétől? Valahogy úgy tűnik, hogy egyik sem. Ha mennyei szempontból nézzük, akkor nem ez számít. Ha ember és ember között nézzük, akkor lehet még az is, hogy az az értékesebb, aki nekem valamiben segített. És majd én is vissza fogom neki segíteni. Attól is függ, hogy mennyire értékes az ember. Ugye a TV híradókban láthatjuk, hogy hányan vigyáznak rá. Mennyi a testőre. Milyen biztonsági rendelkezéseket valósítanak meg, hogy azt az embert védeni tudják. Kicsit visszamennék. Isten milyen védőfalat húz körénk? Igen. Elől és hátul körülzáltál engemet, fölöttem tartott kezedet. Markaimban metszettelek fel téged, vénységedet én hordozlak, én visellek téged. Azt mondja, még a Zsoltárokban olvassuk, hogy ha tűzön mész át, vagy vízen, akkor veled vagyok. Elesnek jobb kelet felől ezred, bal kezed felől 10 000, hozzád a halál nem is közelít. És biztonsággal mondhatja az ember, hogyha a halál árnyékának völgyében járok is, akkor ki a bizodalma, ki a segítője? Az Úr. És lehet, hogy történnek halálesetek ezen a földön, de Isten tudja azt, hogy egy embert mikor kell elszólítani. Mikor alkalmas az örök életre? Mikorra érik be talán, ha mondhatnánk így ezt a szót, és ezt a kifejezést. És nem csak negatív dolgokban lehetne mondani azt, vagy pozitív dolgokban azt, hogy mennyit ér egy ember, hogy milyen értékei vannak, milyen sportteljesítményeket tud magáénak, vagy mennyivel öregbítette az országnak a hírnevét, vagy a sportklubjának a hírnevét, egy olimpiai érem vagy több, és az országnak az emberei fölnéznek rá, és azt mondják, hogy az a járandóság, amit adnak egy-egy aranyérem után, az jogos, és nem sajnálom tőle, és én így vagyok ezzel, hiszen egy úszó, aki hajnalban föl kell 5 órakor, 6-tól 7-ig edz, utána iskolába megy, vagy munkahelyre, vagy egyetemre, és utána délután újból nekiáll edzeni, óriási lemondást kíván, csak azért az egy éremért. És azért az egy örök érektért. Mit adsz oda? És nem csak pozitív dolgok miatt lehet valaki értékes, hanem negatív miatt is. Gondoljunk csak arra, hogy vannak bűnesetek, nyomra vezetőnek ítélnek pénzt. Vérdíjat tűznek ki a fejére. Vagy bármi más módon, hogy csak hogy ne legyen ebben a világban. Osama Bin Laden például. Mennyit ért ez az ember?
azért, hogy ne legyen. Mennyit ér egy ember élete? Egy keresztény ember szemében mennyit ér a másik? Talán így ebben a vonatkozásban nem vettük még így, de fel lehetne hozni néhány igét. Én úgy gondolom, hogy ha azzal a szemlélettel rendelkezünk, mint Jézus Krisztus, akkor rengeteget ér nekünk a másik ember. Mindent megteszünk érte, mindent megadunk a számára, ami hasznos, fontos és előrevívő. Nem a kívánságait kielégíteni, hanem ami a lelki fejlődését szolgálja. Azt olvassuk a Filippi beliekhez írt levél 2:3, alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Vagy szeresd fele barátodat, mint magadat. És Jézus azt mondta János 15:13, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Három kérdést úgy nagyjából körüljártunk, de csak úgy nagyjából. Lehetne még sok mindent kifejteni. Az első kérdés az volt, hogy mennyit ér Istennek az ember, akár egy ember is. Mennyit ér az embernek Isten? Harmadik kérdésünk az volt, hogy ember és ember közötti kapcsolatban vajon egyik ember mennyit ér a másiknak? És mi lenne a negyedik kérdés? Van-e ötletetek? Tessék? Nem. Te magad mennyit érsz magadnak? Én úgy gondolom, hogy ez a legrosszabb és legnehezebb kérdés, hogy megválaszoljuk, hogy én mennyit érek magamnak. Vannak, akik eldobják az életüket. Vannak, akik foggal, körömmel ragaszkodnak hozzá. Vannak, akik nagyon nagyra tartják magukat, ugye úgy mondják, hogy nagy arc. Hogy nem bír egyenesen bejönni, oldalra kell forduljon. És lenézi a másikat. Vagy annyira kicsi az önbecsülése, hogy mindenki nagyobb nála, csak ő a legkisebb. Mennyit érsz te magadnak saját szemedben? Sokat, keveset? Én úgy gondolom, hogy az attól függ, hogy mennyire vagy önző, szereted-e fel a barátodat, ha vannak. Melyik végéről fogod meg ezt a kérdést? Isten szempontjából, saját magad szempontjából, az ördög szemszögéből. Milyen az önértékelésed? Mennyire szereted egészségesen önmagadat? Hiszen ha arra gondolunk, hogy alázatosan egymás külön megtartván, szeresd fele barátodat, mint magadat, ahhoz, hogy a másikat szeressem úgy, mint magamat, ahhoz magamat is kell, hogy szeressem. Hol van a határ az egészséges önszeretet és az önzés között? Tisztában vagy-e saját képességeiddel? Mennyire adsz mások szavára? Azok hogyan alakítják a saját magadról alkotott véleményedet? Meg tudnak-e mások ingatni a saját önértékelésedben? Milyen szemszögből lehetne erre a kérdésre helyes választ adni? Nem tudom, hogy igazából mi lehetne a reális kép. Úgy gondolom, hogy mégis az volna jó, hogy mennyit ér egy ember, igazából honnan tudjuk lemérni, hogy Isten szempontjából mennyit ér az ember. Nem magunk számára, mert mi hibásan látjuk saját magunkat is. Magunk szemében a gerendát nem látjuk meg. Másikban a szálkát is. Az igazi értékelést és értékítéletet Isten tudja számunkra megadni. És ő azt mondta, hogy úgy szeretlek téged, hogy én érted az egyszülött fiamat adom, hogyha hiszel ő benne, akkor ne veszél el, hanem legyen örök életed. Óriási értéke van egyes embernek. De mégis ha azt nézzük, hogy mekkora a világegyetem,
mekkora nap, ahhoz képest mekkora a föld, azon mekkora egy ember, akkor azt mondjuk, hogy semmit sem ér. Tulajdonképpen föltetjük megint a kérdést, hogy micsoda az ember, hogy így nagyra értékeled, és hogy gondold van rá. Én körülbelül így szeretném befejezni, nem szeretném igazából lezárni ezeket a kérdéseket, szeretném nyitva hagyni, hogy saját gondolataitok szerint tovább tudjatok ezen gondolkozni, ki tudjátok értékelni, láthassátok meg ezeknek a gondolatoknak a mélységeit, és lássátok meg azt is, hogy ti milyen értékek hordoztok magatokban. Én kívánom mindannyiunknak azt, hogy ne saját szemünkkel lássuk mást, magunkat és Istent, hanem úgy, hogy Isten látja saját magát, látja a világot, látja saját fiát, és lát bennünket, mint az ő fiait. Amen.